azt mondom, hogy az élet egy lehetőség. Az élet egy lehetőség arra, hogy merjünk, hogy nevessünk, hogy szeressünk. Mikor fogsz már végre egy normális életet élni? Az élet arra való, hogy éld. Inkább égek a tűzben, mint hogy áznak a húgyban. Tehát a langyos víz nem elég hideg ahhoz, hogy az ember ki akarjon szállni belőle. Én azt javaslom, hogy gondolkozz nagyban. Tudjátok, az az érdekes, hogy elmersz kezdeni gondolkodni nagyban, akkor elkezdenek benned hinni mások is. Először kételkednek, utána azt mondják, hogy fú, ebben lehet, hogy van valami, és szépen beérik. És hát persze, tehát ki az, aki úgy érzi, hogy hibázott már életében? Én is, de azt mondom, hogy merj hibázni. Megéri. És ahhoz, hogy igazán teljes életet élj, ahhoz tudnod kell, hogy mi az, ami számodra a legfontosabb. Mert ha nem vagy vele tisztában, akkor hogy tudnál ennek megfelelően élni? Mit tehetsz azért, hogy egy ilyen érdemes életet élj? Az első tanácsom az az, hogy tudd, hogy mi az, ami igazán fontos. Tudd, hogy mi az, ami igazán számít neked. Vagy ha családod van az első helyen, akkor nézd meg azt, hogy mennyi időt töltöttél velük az elmúlt időszakban. Élményeket gyűjts, ne tárgyakat. Bármilyen kacatot veszel, az 10 év múlva sehol nem lesz. De egy élmény, az ott van a szívedben örökké.